Jó napot kívánunk, itt vagyunk Egerbe, a Fidesz, Egri Fidesz székház, nemrég Viktor itten vette magát. Az nem az, az egy személy teher motorbolt, ez az gyerekek, ez az. Ide jöttünk, itt csinálunk ma vircsaftot, sárga pólósok, mert hogy a Fidesz, meg Orbán Viktor a király megfenyegetett, az egész országot megfenyegette, hogyha nem rájuk szavaznak, akkor bizony nagy baj lesz. Itt tartja csak, és akkor elkezdjük a Itáliát. Csak a ragasztóval megint magadik, mert ha már úgy tett, mintha ő lenne a király, mindig kitalál valamit, nem akar ragadni. Jó napot kívánok! Jó napot! Igen, egy kis vélemény nyilvánítás, mert hogy Viktor 2006, mert nagyon szívesen tette, most megint egy kis országot, és úgy jött a kis állapotot, akkor leszünk a kérdés. Nem is figyeltem, hogy itt vannak. De be is mehetünk, és átadom önnek videót, ha akarja. Jó, ezt még beállítjuk, és utána átadom önnek. Jó, köszönöm szépen. Köszönöm, hogy így van, de nekem ugye fűződik ám. Tudom, 42 eljárás van ellenem. És ez itt Viktornak a műben. Sőt, személyesen is. Figyelj, Viktor ugyanaz, tehát mindenkiről beszélünk. Sőt, az is a Fidesz műve, a Viktor műve, hogy a Cipagnak van egy, Cipagnál volt egy devizahitelen, tisztázatlan körülmények között eladta úgy a Cipang egy Fidesz közeli MKK követeléskezelő cégnek, hogy nekem nem is szól. Hogy lehetnek ilyen törvények az országban, mondja meg? Nem érted. Erről csinálok egy fotót, és akkor ugyanígy szépen bejövünk, jó? Akkor átadjuk az úrnak ezeket a dolgokat, és akkor nem kell itt ragadgatnom, mert hogy megkorolják nekem a ragadgatot. Átadják a Fidesznek azt, ami őt megilleti, ezt szeretném egyelőre. Köszönöm. És akkor van itt a 10 parancsolatból 3 pont. Köszönöm. Egy a ne lopj, rajta van, ugye? Kettő a ne hazudj, és a 3 pedig a Cipang, amit az előbb elmeséltem, ez az MKK-s dolog, hogy mit művelnek az emberekkel. Az ember feje fölül a Fidesz eladja a tetőt. Tudja, hogy ezt csinálja? És nem csak a Cipbank, hanem mindenki ezt csinálja. Egy picit tesszük. Hát otthon is nagyon sok. Köszönöm szépen. Na. Köszönöm szépen, hogy ezeket elmondtad. Köszönöm. További szép napot kívánok. Van, ahol megverik az emberek, aztán ilyen jön. Erzsébetel úgy elhajtottak, mint a hétszentség maga. Igazi Fideszes van? Igen. Köszönöm. Vannak ilyen úri emberek. Köszönjük szépen, viszontlátásra. Remélem, hogy buknak. Viszontlátásra. És akkor ez megszűnik. Viszlát. Megy még.